Kajánk az nincs. De most már csak simán beteg. Most már csak simán betegek. Nézd meg. És... hát nem tudom. Van. Hát lapátot meg a izét elvihet. Mert fegyvert is el lehetne amúgy. Mondanám, hogy visszamegyek most már lelőni őket, de már lőszerem sincs. Nincs mivel felállítani a csapdát. Azzal a utolsó két szelet hússal lehetett volna felállítani a csapdát, de már az sincs. Még azért beszélgethetnek egymással. A depressziót kezeljük egy kicsit. Ha nem egy beszélve, hogyha még föl is állítom a csapdát, hát ki tudja, hogy mikor lesz a bohús. Hát már vettem egy gyógyszert, mert már halálos beteg volt kétszer Breki. Ahhoz képest túlélte, még mindig él. Na lárja. Hát... azt tudjuk csinálni, hogy mindenünket elcseréljük, minden maradék cuccunkat, ami van, elcseréljük kajára. Köszi. Na, elvileg ez elég. Azt mondom, hogy egyenek mindketten, ki tudja, mikor esznek utoljára. Hát Brekinek már kétszer meg volt az utolsó kenet. Nem is néztem lőszert. Ez úgy felszerel. Jó. Jó. Csak vizuálisan nem mutatja.
Szerintem csak ez az egy van már. Gyere te faszfej. Gyere közelebb. Igen, szívja a levegőt. Szerintem nincs más. Semmi. Lófasz nincs már itt se. Amúgy. Mivel ide föl tudunk menni. Nincs semmi. Na ez mondjuk. Legalább gyógyszert szereztünk. Negyven harmadik nap. Hogy él még Breki, hogy? Súlyosan beteg, mindkettő. Állapotban, azok mindig ez volt, hogy na jó, meg tudom menteni, meg tudom menteni, és minden alkalom rosszabbul lett. De jó, amúgy igen. Azt kell csinálni, hogy ezt az egy gyógyszert beszedem, beszélek egymással. Gyere, beszélj vele. A másikat pedig eltrédeljük kajára. Úgy még talán az egyikük túlél, de lehet mindkettő túléli még két napig.
akkor ne beszéltek. Ja, az lesz. Mindegy, maximum kirabolnak, nem? Ide megyünk trédelni. Visszatér. Két kaja meg egy gyógyszert tudunk szerezni. Ami amúgy nem rossz. Meg egy darab vízet. Nem jobb a hús, és szerintem nem adnak többet húsból. Tehát, hogy... Nem tudunk így. Nem tudtad... Ez nem jobb. Nem. Ja, nem tudom, három. Nem tudom mennyi a tápértéke, ugye? Hát ja. Ha tudok főzni. Az a lényeg. Legyen így, ez négy víz. Talán tudunk csinálni még egy darab négyes vizet. Meg talán van még két fám, azzal tudunk gyújtani, meg két könyvem. Negyedik nap. Amúgy igen. Nagyon szurkálta őket. Lehet ez kellett volna, a románnal szarni bele, küldeni mindenhova őjen őket. Elloptak 5 lőszert meg egy cigit. Szarok rá. De lett hús, nézd meg! El se hiszed! Hát egy nap alatt 2 hús ebből! Júj! Hogy? Ja, nem tudok csinálni. Akkor annyi vizem van, amennyi van. Egyet tudok csinálni. Lehet, hogy most nem esznek. Tudod mit? Nem. Begyógyszerezem. Lefekszik. De nem, hogy depressziós, beszélgessenek.
Amúgy lehet, hogy, de lehet, hogy kell csinálni. Inkább legyenek, mert ki tudja, hogy kirabolnak-e hónap. De mindegy, beszélgessenek. És akkor Cvetát elküldjük így a kórházba. Ja, tök mindegy a trader. Nem hogy tudnék traderni normális bármit. Ami ő nem tud neki adni visszafele. Csak azért akarok enni egyet-egyet, hogy... De várj, lehet, nem megsütök. Románnak kell a kaja. Mert hogyha kirabolnak és eltűnik a kaja, akkor legyen. De utána úgy még maradt 3. Számít az őrség? Nem. Ellopják. Tudom mit csinálni. Vagy nem tudom, hogy mit számít. De mindegy, mert nem fáradt. Nem? Ja. Na, hát nem tudom, hogy egyszerre jövök be. Tehát... Jaj. Nővér már így... Veled mi az Isten történik minden második nap, bassz meg? Na, de legalább ez most itt van közel. Persze. Ennél súlyosabb állapotban vannak, az tényleg kemény. Hát evett egy kis húscafatot otthon. Mert hogyha nem raboltak ki, akkor még tud enni még egy kis húscafatot. Na, 45. És elég sokáig, egész sokáig el lehet így lenni. Mérséket bűnözés? De valami van. Mérsékelt bűnözés van. Nyugodt éjszaka volt, azt nézd. Jobban érzi magát ő is. Nézd meg, most már csak kissé beteg. Kissé beteg, szomorú. Kissé beteg és csak szomorú. És ő is csak szomorú. Kijöttek a depresszióból, hát ezt nem hiszed el, van ilyen. Úgy tudjuk, Raznaviai polgárháborúnak napokon belül nemzetközi békefenntartók vannak. Vége a háborúnak, gyerekek! Túlélik! Nem hiszed el, Breki túléli, hát nem hiszed el. Ilyen nincs amúgy, tényleg. Breki tovább él, mint Francis. Ja, nem is kell beszélgetniük. Azt tudjuk csinálni.
nem tudom mennyit kell kibírni. De így rakunk egy húst a csapdába. És lehet, hogy megesszük mindkettőt, a maradékot. És akkor addig húzzák, ameddig húzzák. Ez jó van. Ötvenedik napig nem lesz kajám, de meglátjuk. Talán még egy valamit. Ezeket még el tudom trédelni, meg a maradék cuccaimat, a védelmi cuccaimat. Kajára. Olyan. De szerintem most két napig kibírják kaja nélkül legalább. Csak ne legyenek betegek. Két napig kibírom kaja nélkül. Nem is kell kibírni két napig. Tényleg túlélte? Mi van Francis? Mi van Francis? Hát Bracky túlélte? Mi van Francis? A Bracky túlélte? Hát mondjuk ezt én se hiszem el. A játék 45 nap, 45 napból kb. 22-t az ágyba betegen sérülten töltött, abból a 22-ből 10-szer veszekedett össze az összes emberrel a házba. De itt lehet kiderül, hogy mi történt Francis-szel. Nem nyomtam el semmit. Igen, egyébként utána a maradék 22 napban is izé volt full gatya. Na, hát meghaltál, Francis. Mondjuk én nem mentem veled el, de úgy látszik, hogy saját magadtól elmentél, azt meghaltál. Gratulálok, Francis. Ennyi agyad volt, Francis. Nehéz döntés, ott van. Na ott van a román túl, vagy hát ugye Bracky túlélte a háborút, múltja viszont kínoszta, kemény drogokhoz nyúlt, és évekkel később ezek okozva betegségek miatt halt meg. Köszi szépen, Mókás a rédet, sziasztok! Köszi, hello! Hello, hello. Szóval Bracky a 45 napból a háborúba, 45 napból a háborúba 22-t az ágyban töltött, betegen, sérülten, veszekedve a többiekkel, utána pár napig felgyógyult, majd a maradék 20 napot, nem is legyen, 17 napot szintén halálos betegen az ágyban töltötte, és a maradék 3 napot meg azzal töltötte, hogy megölte azokat a nyomorult banditákat, és trédelt ételt és gyógyszert, hogy túléljék. Halálos betegen. Majd, miután túlélte a háborút, kemény drogokhoz nyújt és meghalt. Köszi szépen, Beko. Na jó. Bár Cvetta túlélte a háborút, elvesztette azt a lángot, amit célt adott életének. Kiábrándultan és elkeseredetten visszavonult a tanítástól és a közélettől, és kevéske rokkantsági nyugdíjából tengette életét. Hát figyelj, én azt mondom, hogy ő jó járt. Nem? És rokkantsági nyugdíj nem jó, nézegetheti a tévét vagy a Facebookot. Hát meg is alhatott volna, érted? Igen, a tanári fizetés sem több. Jó van az. És akkor jönnek, akik
Hát, nem érték túl. Bár kemény lány volt, Arika meghalt, a gettó élet durva valósága nem mérhető össze a háború borzalmaival. Mi lett volna vele, ha túléli? Ezt már soha nem tudjuk meg. Hát ez egyébként nagyon nagy gecik voltak, mert ott iszonyatosan sneakeltem vele, és lelőtt hátba a csöves, aki lelőtt. Igen. Na és Francis. A bátor küzdelem ellenére Francis nem érte túl a háborút. A barátja sorsa, akiért aggódott, örök rejtély marad. Hát Francis. Én csak annyit tudok mondani neked vígaszként, hogy bár Breki viszont túlélte, de ő is meghalt. Aha. Na és akkor várjál. Jön, meg lehet nézni a replayt, ugye az endingnek? Most csak megnézem, mármint csak kipróbálom, hogy néz ki. De gondolom csak végig megy az, hogy mi volt a sztori. Jajjajj. Ja, fasza. Mondjuk elnyomni nem lehet. De lehet, jó. Kíváncsi voltam ezt, hogy néz ki. Oké. Okay. Egyébként igen, Ádám. Elszívta az összes cigit, aztán elment egyedül, és meghalt. Na és akkor hogy néz neki? És akkor itt mutatja, hogy túlélt. De nem élte túl. Miért mondja, hogy túlélt? Hát nem élte túl. Miért mondja, hogy túlélt? Hát nem élte túl. Ez volt, amit toltam. Nem is értem. Na most... Nem akartam elkezdeni, csak megnéztem, mi van, hogy rányomok. Ez ráadásul nem is az. Nem, jajjaj, csak benne volt a Svetla az elején, aztán azt hittem. Ugye randomot toltam. Tehát véletlenszerűt toltam, de hol van az, amit toltam? Ja, ezt toltam. Jó. Csak akkor úgy mutatja, hogy... Akkor úgy mutatja, hogy túléltem velük, és ennyi. Aha. Jaj. Jó, csak a kép zavart meg akkor. Mert Francis nem élte túl. Ezt tudjuk. Na jól van. Amúgy baszó. És még lehetne ugye nyomni a többiekkel is. De majd azt csináljuk, hogy így, hogy sikerült. Így azt csináljuk, hogy így, mivel azt hiszem Moment kérte be a DLC-t, hogy inkább megnézzük a DLC-t, és majd azt csináljuk. Kösz szépen, Dória Rédet, na sziasztok! Ezt. Nem, ma már nem. Meg ugye mondtam Momentnek úgy is, hogy holnap vagy a héten valamikor megy, szóval nyilván nem ma. Hát még ezt megnézzük, ezt megpróbáljuk megcsinálni, és akkor igazából... Hát nem azt mondom, hogy ennyi a game, ez egyébként nagyon fasz a game, ezt simán lehetne tolni, de valószínűleg azt mondom, hogy ennyi lesz. Hogy haladhassunk a többivel, de ezt el lehetne játszogatni. Ez egy jó kis game. Még majd lehet, hogy megnézzük úgy, hogy mi van akkor, hogyha YOLO-ba elkezdünk lövöldözni mindenkire, meg lablunk, meg mit tudom én, hogy mennyire bírják azt. De túl, most ha túl akartam élni. Így, hogy túléltük, így azt mondom, hogy na. Ez nagyon, nagyon jó, nagyon fasz a kis game ez. Én azt mondom, nagyon fasz a kis game. Mondjuk tényleg izé, hát nem azt mondom, hogy full depressziós, de tényleg azért így. Ezért elég élet tudja hozni. Kár, hogy nem lehet megnézegetni azt, hogy...
el kellett indítani, és úgy tudtam megnézni, csak nem. Na jó, van mindegy. Ja. Aha. Hát... Ja. Viszont cserébe viszont nagyon baszó. Olyan, mondom, olyan, mint a Darkest Dungeon, csak így Darkest Dungeon IRL változat. Ott is az van amúgy, hogy így mész, mindenki depressziós lesz, mindenkinek mindenféle afflictionje van, meghalnak a hírók, meg mit tudom én. Mondjuk ott legalább veszel újat, vagy nem tudom, és cserégeted őket. Itt mondjuk vége gémnek, és meghal mindenki. De ja, de hasonló a kimenetel. Na jó van. Hát végül nem lett legjon, de ez most baszó volt, így hogy sikerült megcsinálni. Hol van ez? Hol van ez? Hol van ez? Hol van ez? Táblázatban. Jön, megvan. Jelölöm így. Jön, nem így. Így. Na jó van. Viszont akkor holnap majd rá, és akkor lehet, hogy lesz más game is, már úgy értem a táblázatból, vagy lehet, hogy lesz amúgy is más game. Most baszó. Köszi, hogy itt voltatok, végig szurkoltátok, végig néztétek, hogy túlélik-e. Köszi Bekorcsírt, meg a Rédet Mókás, meg Dori, meg mindenki. A VOD csatornán úgyis vissza fogjátok tudni nézni, az nagyon jó most, ott a stream alatt rá lehet kattintani, meg lehet fejelni, meg ilyenek, meg mit tudom én. És aki nem látta az új videót, azt meg tudja nézni a YouTube-on, de most ezzel befejezzük a streamet, és... Ja tényleg, azt beszéltük. Az lehet, hogy menni fog. Igen, azt letöltöttem, mert mondták Csirójék. Na, akkor lehet az. Meg ez. Köszi szépen, Fityi. Nagyon kedves vagy. Szép álmokat. Na, puszika. Mindenkinek. Köszi, hogy itt voltatok. Szeretlek. Na re. Vagy mi vége. Köszi. Hello.